Az Egyesült Államokban élő Lipták Béla professzor körlevelet küldött az ottani magyaroknak, amelyben arra buzdítja őket, hogy magyarországi lakcím kiváltásával vegyenek részt az itthoni választásokon. Na látod, ezt erre mondom azt, hogy, hogy ez lehet, hogy jogilag rendben van, de biztos, hogy nem kulturált. Nem. Én is ezt tudom. Én nem tudom, milyen az a körlevél, tehát, hogy körbeírják, de én is küldenék a Lipták úrnak egy levelet, hogy ő foglalkozzon ott, ahol ő él azzal. Tehát kikérem magamnak, hogy aki nem itt él, az hogy jut eszébe, hogy szavazzon arra, ahogy én majd itt fogok élni. Ő szavazzon, ott van. Nem tudom. Én szívesen beleugatnék a svájciak életébe, de nem hagyják. Pedig látod, hogyha ottan bejelentkeznél. Na, én meg azt nem értem, hogy mi az, hogy a magyarországi lakcím kiváltásával? Hát úgy, hogy kérnek egy lakcím, bejelentkeznek valahova. Hozzám nem. Hozzám nem. De van, aki bejelentkezik. Hol kapsz tőlem kétszer cukrot, és bejelentkezem hozzád. Szeretném elmondani, hogy egyébként hülyességet mondtam a múltkor. Nem tudom, miről volt szó, de nem szóltunk. De muszáj elmondanom, mert mély problémáról van szó, hogy én elutazom, ugye, amikor szavazni kell, akkor én elutazom. Igen. Nem leszek itthon. Na most én azt hittem, hogy akkor én ott fog, mindegy, ez lényeg. Kolumbiába. Kultúrállam. Adjál, kultúrállamba megyek. Vagy nem. És akkor az lesz, azt hittem, hogy én akkor majd útközben 9-én, szóval nem, butaságot beszéltem, mert külföldön, kivéve Amerikában elsőjén, de külföldön 2-án lehet szavazni. Most azt sem tudom, hogy aki éppen akkor van levegőben, az hogy a túróban szavaz, de mindegy, ezt adjuk. Ha én nem vagyok itthon, akkor nekem 2-án kell külföldön szavazni. Te magyarul, én nekem hiába 8-án indulok el, nekem 2-án valóban ki kell mennem külföldön szavazni. Közel van. De ez tényleg így van. Én most kell, hogy kérjek egy papírt, amire oda van, hogy én nem leszek itthon, tehát én nekem 2-án át kell lépnem a határt, és erőnek erejével valahol be kell nyomnom valamilyen szavazatot. Hát micsoda marhaság. De Juci! Hát miért nem tudom akkor már azon az alapon, hogy én akkor külföldön leszek, most leadni a szavazatot. De Juci, ez olyan... A voksomat nem arra, de ez olyan édes, ahogy próbálod így majd a Fidesz kormány alatt már most a bizonyítványodat, hogy te hogy nem szavaztál, nem igazad. Ezt az egész történetet. Nem van igazad. Abszolút nem van igazad. Én fölvállalom, amit... Föl. Te Juci, és nem gondoltál, hogy nem utazol el, és akkor szavazhatná orba szájba? Hát ez, amit én már most megúvnék a Juci szavazatát, az mert, hogy ott valami nem fog stimmelni, az biztos. Egyáltalán, ha Kolumbiába kimész, nyilván... És akkor nem már... De nem hogy szavazol abba az állapotba, Juci? De nem majd, én már előbb szavazok. 2-án kimegyek valahova, külföldre valahova, nem tudom. A kedvé Párizsba egy Gucci szalomba, menj egy táskát, vegyél magadnak. Jó, rendben van. Valahova kimegyek. És te gyere viszont... ki hozzánk Dunakeszire! Ahogy a szegény imit hallgattam, ott lesz az ő urnája, és bedobhatsz bármit. Dobd be a hangomat. Ellopták a hangomat.